Köszöntöm Önöket, az Egészség mentén című magazin műsorunkat látják. Az új koronavírus járvány következtében mindennapjaink jelentősen megváltoztak, és átalakult egyebek mellett a védőnői szolgálat működése is. Mai adásunkban éppen ezért a leendő szülőknek és a kisgyermekeseknek mutatunk irányt vendégemmel, Ács Rozáliával, a Rákosmenti Védőnői Szolgálat Intézmény vezetőjével. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm a meghívást, hogy ilyen nagyobb fórumba oszthatom meg az információkat, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Engedje meg, hogy beszélgetésünket egy idézet felolvasásával kezdjem. Bárci Gusztáv orvos-gyógypedagógust idézném. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét, mert a múlton épül fel a jelen és a jövő. Többek között azért is mondtam most ezt el, hiszen az Önök honlapján a bemutatkozó szöveg pont ezzel az idézettel kezdődik, és most talán elmondhatjuk, hogy jelentősen aktuális ez az idézet. Igen, nagyon örülök, hogy ezt szóba hozta, mert tehát a védőnői munkának tulajdonképpen ez az alapja. És Bárci Gusztáv ugye akkor élt és munkálkodott, amikor a védőnői szolgálatot elindították 1915-be. Tehát 105 éves a védőnői szolgálat, és minden időben a legnehezebb fronton dolgozott. Ma meg különösen, amikor az orvosok, gyerekorvosok más feladatok felé is vannak szólítva, tehát kell egy szolgálat, ami az egészségesek mellett ott tud maradni, hogy egészségbe maradjanak, meg tudják őrizni, és hogyha bármi jelt éreznek, akkor azonnal tudjanak szakemberrel hivatalos formában informálódni. Hát a folyamatos védőnői munka pedig tudjon folytatódni, és érezzék a szülők, hogy felhívják a védőnők őket nem csak telefonon, hanem az online kapcsolattartásnak különböző formáiba, és kérem is a kedves szülőket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, mert minden védőnő minden gondozottjával most megpróbál kapcsolatba kerülni. Mielőtt rátérnénk az átalakulásokra és a változott dolgokra, arra kérném, hogy a leendő szülőkre is gondolva beszéljünk magáról az alapvető védőnői szolgálatról, az Önök ellátásáról, hogy mivel is foglalkoznak pontosan. Ugye két rész van, egyik a terület, és a másik az iskola védőnői munka. A területen ugye elsőnek a várandósokat kell említeni, volt a kerületünkben egy szülésfelkészítő klub foglalkozás, ami most sajnos nem tud működni, viszont igyekszünk a leendő várandósokat is elérni, és elsősorban ugye a honlapon, illetve a védőnők által. Most ugye a védőnőnek az a feladat, hogy ezt a várandós kiskönyvet kiadja, amivel ő utána, mint egy útlevéllel, tehát tudja a különböző dolgait, nőgyógyász, stb. Dolgokat intézni, meg elinduljon a gondozási folyamat. A várandós kiskönyv kiadásához először is kell egy nőgyógyászati lelet, tehát, hogy én most ennyi és ennyi hetes várandós vagyok, vagy egy ultrahang, mert ugye ez tesztre nem adható ki. És elkészített az egyik védőnő kolléganőnk egy kérdőív sorozatot, tehát egy ilyen adatfelvételi lapot, amit a várandós otthon ki tud tölteni az adataival, természetesen GDPR betartásával. A védőnő ezt a várandós kiskönyvet az adatlap alapján ki tudja tölteni, tehát akkor már sokkal jobban lerövidül a személyesen együtt töltött idő, és utána meg csak a védőnői tanácsadásban hát van egy találkozási alkalom, amikor ez a várandós kiskönyv átadásra kerül, és esetleg a vérnyomásra megmérésre kerül, vagy a súlya, természetesen ennek is honlapon is leírtuk, meg minden forrásból most már halljuk, hogy előreegyeztetett időpontba, megadott szabályok szerint van ez a találkozás. És akkor így a várandósok, a leendő várandósok el vannak látva. A már várandósoknál, pedig meg a gyerekes családoknál
igyekszünk a kapcsolattartást, tehát online módon lebonyolítani. Ez nagyon sok ötletes módon is megvalósulhat. Van olyan édesanyja, aki minden nap a baba köldökéről küld egy fotót, vagy egy videót, hogy éppen az hogy alakul, szoptatás technikájáról, illetve ha nagyon indokolt, akkor természetesen is nagyon kéri a család, akkor a védőnő kimegy személyesen is, betartva ezeket az előírt szabályokat, szájmaszk, kézmosás, stb., akár ablakon keresztül, akárhogy, de nagyon fontos ezeken a testi dolgokon kívül azt, hogy lelkileg is támogassák a családokat, mert egy új helyzetbe kerültek. Tehát feladataik megvannak a családdal kapcsolatosan, plusz feladat a gyerek jó hangulatát minden nap segíteni, biztosítani, a nő feladat még a párját támogatni, és hát az idősebb szülőkkel valamilyen kapcsolattartási formában szintén. Tehát tulajdonképpen most az anyák, azoknak nagyon-nagyon erőseknek és ügyeseknek kell lenni, és azt látjuk, hogy állják a sarat ezek a magyar anyák, és generációban le és föl próbálják állni, de őket is szeretnénk védeni és segíteni, és a védőnő szeretne ezeknek a hős anyáknak a támogatói lenni. Említette ugye az új kialakult helyzetet, és ugye ezzel kapcsolatban nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy aki teheti, az maradjon otthon a járvány időszak végéig, vagy amíg ugye nagyon muszáj. Hogyha esetleg valakinek bármilyen problémája van, gondolok most ugye a kisgyermekes édesanyákra, akkor hogyan és miként, mikor érheti el a védőnői szolgálatot? Telefonon bármikor. Tehát Skype-on, videóhíváson, Messengeren, WhatsApp, Viber, sorolhatnánk a lehetőséget, kinek mi áll rendelkezésre, SMS-be, e-mailbe, tehát mindenképpen jelezze, és mindenkinek azt kérném, ha megváltozott a telefonszáma, vagy az e-mail címe, vagy bármi, ami a védőnő rendelkezésére áll, jelentkezzen, hogy Kati néni, Margó néni, itt vagyunk, meg vagyunk, számoljon be, hogy jól vagyunk, vagy a párommal mind a ketten egészségügyi dolgozók vagyunk, a gyerekek lementek hónapokra, vidékre, keresztmamához valahova, tehát, hogy tudjunk, legyen információnk oda-vissza, illetve mi is el tudjunk jutni minden információt. Mikor van az iskolai, bölcsődei, óvodai beiratkozás, illetve a honlapunkra feltettünk egy ha beteg a gyermek, mit csináljak. De azt szeretnénk, vagy fent van a lázcsillapítás módszere is. Tehát azt szeretnénk, hogy azért ne egyedül kezdjenek gyógyítani, hanem vegyék vállukról le a terhet, és osszák meg a védőnővel, hogy a gyereknek begyulladt a nagy láb ujja, mit csináltam vele, mit nem, vagy elesett, lehorzsolta a térdét, vagy a szeme váladékozik, vagy tiszta rossz hangulatú lett a kamasz gyerekem, mit csináljak vele. És itt például az iskola védőnők ugyanúgy állják a sarat. Van, aki esetleg krónikus betegsége miatt kiesett. A védőnők egymást helyettesítik most. Bármelyik védőnőt el lehet érni, hogy segítsen. Természetesen ők egymás közt majd beszélnek. Az iskola védőnő, minden iskolának van egy kinevezett védőnője, aki szintén felhívja a szülőket, a gyerekeket. Alkalom van most pontosítani az adatokat, vagy megbeszélni, hogyha visszáll a rendes hétköznapi menetrend, akkor milyen oltások lesznek, milyen szűrővizsgálatok lesznek, mivel készüljenek a szülők, vagy a kamasz gyerekekkel is csetelnek az iskola védőnők. Vagy akár egy aranyos dolgot is megosztottak az iskola védőnők, akiknek úgy karitatív
elhivatottságok vannak, hogy most mit csináljanak, hogy kell szájmaszkot varni. Úgyhogy iskolás gyerekek kerületünkbe varják a szájmaszkot. Nagyon fontos megemlíteni még, ugye az előbb már utalt rá, a gyermek látogatást. És most talán aki leendő szülővé fog válni, vagy éppen egy nagyon pici babája van otthon, akkor sokakban megfogalmazódhat a kérdés, hogy az újszülött látogatása az megtörténhet-e, és hogyha igen, akkor hogyan? Ott kezdenénk, hogy a várandóság utolsó időszakába már a védőnök egy nagyon komoly hamuba sült pogácsát adnak. Tehát felkészítik a várandós édesanyát egyrészt arra, hogy mi várható a szülésnél és a kórházba töltött 2-3 napon. És használják ki ott az intézményi információs és egyéb lehetőségeket. És a szoptatásról meg egy összeállítottunk szintén egy ilyen védőnő saját magának ilyen checklistát, hogy beszéltem erről, adtam információt. Tehát nem hopp, megszületett a gyerek, és semmi információm nincs. Tehát így indulnak haza az újszülöttkel. Másrészt régen az volt ugye a bevett szakmai elvárás, hogy az újszülött hazaérkezése után 48 óra múlva a védőnő látogassa meg. Most ezt megbeszéltük, hogy ha a kórházból kijönnek, ugye akkor most nem kell másnap, de viszont a kapcsolatot mindenképp fel kell venni a védőnővel azonnal. És ahogy említettem, ha az anya nagyon bizonytalan és nagyon igényli a személyes védőnői megjelenést, akkor ez is megoldható. De azt tapasztalják a kolléganők, hogy nem ragaszkodnak ehhez a szülők, viszont nagyon szoros napi, két napontai kapcsolatfelvétel van a védőnő és az újszülöttet ellátó család között. Sőt, ugye sok esetben még az apával is tartjuk a kapcsolatot, hogy van az édesanyja, hangulatilag jól bírja, mivel tudja az apa segíteni a családot. És hát vannak védőnök, akik meg évtizedek óta itt dolgoznak a kerületbe, tehát ismerik a nagymamát. És akkor a nagymamával is tudnak beszélgetni, hogy segítsenek a menyüknek, lányuknak, illetve hogy tudják saját magukat védeni, mert a védőnők család gondozást végeznek. Tehát nem lehet egy családból kiragadni, hogy csak az anyát meg az újszülöttet, mert ő egy rendszernek a része. Tehát akkor egy komplex dolog ez az egész. Komplex családgondozás. Abszolút. Ezek nem is látszódnak sokszor, mert az anya óhetetlenül mondja, hogy anyukám, nagymamám, aggódok a dédiért, és akkor erről is szó esik. Említette ugye az online és az internet világa adta különös jó lehetőségeket. Gondolok például arra, hogyha valaki teheti, akkor otthon megméri a kisgyermeknek a súlyát, például a hosszát, és akkor azt eljuttatja elektronikus úton önöknek. Abban az esetben, hogyha valaki valamilyen tevékenységet nem tud elvégezni, akkor ez mikor pótolható majd? Védőnők is nagyon sokszor távmunkába dolgoznak, ugye, mert ezek az elektronikus részek elérhetők otthonról, és megtudtuk most már 17. kerületbe azt is informatikailag oldani, hogy otthonról tudják a programot kezelni, és van azért arra lehetőség, hogy az anya beüljön a gyermekével a tanácsadóba, mert minden védőnő azért egy bizonyos időszakban bent tartózkodik a saját védőnői tanácsadójába, mert vannak olyan dokumentációs és egyéb dolgok, amiket nem tud távolról elvégezni. Tehát ilyenkor indokolt, hogy a védőnő tudja fogadni a családot, meg tudják beszélni. Például az anya azt mondja, hogy a gyereknek szörnyen rossz lett a hallása, hogy valami baj van. Na most itt nem arról a hallásról beszélek, hogy százszor elmondtam már, tehát nem az alkalmi sikettségről, mert sajnos ez most erősödik, mert mindenki túlterhelt. A gyerek is, a szülő is, és hát állandóan irányítva a gyereket azért nehéz nekik.
hanem tényleg egy olyanról, akkor a védőnőhöz be lehet menni, és megcsinálja a hallásvizsgálatot természetesen a gyermeknek, vagy hogyha annyira nincs mérleg a környezetbe, hogy nézzük, hogy tényleg valódi probléma van, vagy nincs, de azért a gyerek fejlődését a védőnők kép alapján is látják, tudják. De hogyha így elmaradnak, ugye, mert vannak bizonyos életkorokban különböző státuszvizsgálatok, és ezeket szülői, kérdői, védőnői információ, kérdés alapján nagyjából ki tudják tölteni, tehát tud folytatódni a napi folyamatos munka, de mondjuk látás, hallás vizsgálatot, hogy azt távmunkában nem lehet elvégezni. Ezt majd utána, amikor helyreáll a rendszer, akkor megbeszéljük és pótolják, és hát nagyon fontos, hogy a szülők ezt tudják, hogy még ezzel a státuszvizsgálattal van feladat. De például egy pici csecsemőnél a hallás és a látás vizsgálatot is meg lehet egy ilyen videóhívásnál, mert akkor a védőnő elmondja, hogy mit csináljon, hogy csináljon, vagy az elemi reflexek vizsgálatát, megmondja az anyának, hogy most így emelt fel, úgy emelt fel, nézed, és akkor tulajdonképpen ezzel most nagyon sokat tanulnak a szülők, hogy mit is néz a védőnő, vagy mit is kell észrevenni, amit eddig rábíztam a szakemberre, de most már én is látom, és én is tudom ellenőrizni. Tehát akkor abszolút nincs elengedve a szülők és a gyermekek keze sem. Én azt gondolom, hogy sokkal erősebb a kapcsolat. Mert eddig az történt, hogy az aktuálisan szűrővizsgálatra kerülteket követtük nyomon, tehát mondjuk egy 4 évessel évente kétszer volt, vagy egyszer valami teendő, most viszont nincs olyan gondozott, akit ne szeretnénk elérni. Tehát megkérdezni a 4 évest, a 2,5 évest, hogy telnek a napjaik, hogy érzik magukat. Tehát erre törekszünk, hogy mindenkit elérjünk, és ugyanezt biztatom, hogy a családok is érjék el a védőnőt, és ha valami bizonytalan kérdés van, tegyék fel, nincs rossz kérdés. Akkor a következő kérdést viszont azzal folytatnám, hogy ha kisgyermekkel vagyunk otthon, akkor az otthoni házi patikánkban mi az, aminek esetleg feltétlenül kell, hogy legyen? Gondolok itt például egyszerű gyógyszerekre, vagy teakészítményekre, amivel egy kisgyermek élete napi panaszok esetén megkönnyíthető. Nagyon jó az egyes számú gyermekklinika kiadványa, tehát, hogy mit tegyünk, ha beteg a gyermek. És én azt gondolom, hogy egy általános dolgok. Na most mi védőnők azért nagyon a megelőzésben vagyunk, úgyhogy mindent felsorolnánk, de hát általánosságban, ami például egy bőrápoláshoz fontos, vagy egy sebellátáshoz, vagy egy lázcsillapításhoz, vagy ebbe az időszakban nem szabad elfeledkezni a vitaminpótlásról. Ugye például különösen szoptatós babák, szopóbabáknak nagyon fontos a K-vitaminpótlás, a D-vitaminpótlás. Tehát ilyen általános dolgok, és amikor már fájdalomcsillapítót vagy egyebet kellene adni, azt már mindenképp szakemberrel érdemes megbeszélni, és gyerekorvosok is elérhetők, vagy olyan esetben, ha a védőnő azt látja az anya kérdéséből, hogy ez már orvosi kompetencia, akkor mindenképpen tovább küldi, utalja, vagy akár konzultál a gyerekorvossal, hogy ez az anya ezt és ezt észlelte, kérdezte, akkor beszéljük meg, hívjuk fel együtt, vagy az anyának elmondani, hogy itt már ne várjon otthon, hanem mindenképpen orvost hívjon, illetve ha koronavírus tüneteit észleli, akkor mindenképp ezt fontos bejelenteni, és hát nem győzzük mondani, a koronavírus mai elterjedt szabályait, a távolságtartást, stb. Nagyon nehéz ez most a kismamáknak, mert ugye babakocsival sétáltak, és hát kíváncsi, hogy a másik anyuka az mit csinál, hogy csinál, és hát lehet 2 méterről is beszélgetni, vagy ugyanúgy az elektronikus kapcsolatot tartani, hogy ti hogy vagytok, hogy viselitek, és ez jó.
mert fontos az anyáknak. Ez ugye most a kismama klubok is megszűntek, ahol lehetett így ventilálni, de ugyanúgy lehet az anyáknak egymással is tartani a kapcsolatot, mert egymástól is tudnak tanulni. Vagy volt ilyen, hogy szoptatási anyaklub, hiszen a kerületünkben van egy nemzetközi szoptatási szaktanácsadó, aki egy ilyen csoportot hozott létre anyákból, akik sikeresen szoptattak. Tehát ilyen is lehet fordulni a védőnőkhöz, hogy akkor beszéljünk más anyával, hogy hogy lépte meg ennek a szihés, meg a technikai lehetőségeit. Beszélgetésünk végén lenne esetleg még bármi, amit szeretne üzenni akár a leendő szülőknek, akár a már kisgyermekeseknek? Tehát a legfontosabb mondani valóm az, hogy mindenki lépjen kapcsolatba a védőnőjével. És itt értem az iskola védőnőt és a területi védőnőt egyaránt, mert az egészségügyet most, az egészséges egészségügyet most nagyon elvárjuk a védőnőktől, hogy az orvosok a betegekre koncentráljanak, a védőnök meg az egészségesekre, hogy egészségesek is tudjanak maradni, és ne csak most, hanem hosszú távon. Így legyen akkor. Önnek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és kívánok jó munkát ezekben az időkben pedig különösen is. Köszönöm, és én is ezt kívánom minden nézőknek és a stábnak is. Önöknek pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. Továbbra is arra kérjük Önöket, hogy ha tehetik, akkor maradjanak otthon. Minden jót kívánunk, viszontlátásra!